Te vagy az? Tudom, miért vagy itt. Láttam Minát. A kastélyban van. Ennyire ostobává tett a szerelem, hogy ismét kockáztatod érte az életedet? Sosem kellett volna visszajönnöd. Démonok vannak mindenfelé, és rád várnak. Magad is láthatod, hogy mindent elvesztettem. Mostantól semmi sem tud megmenteni. Meg fogsz halni. Mond neked a Kazan név valamit? Ő volt Radu uraságnak, vagyis Dracula féltestvérének a kincstárnoka. Isten óvja lelkét. Ugyanazon ez estén tűnt el, amikor az úr és néhány hozzá hűséges szolga. Nem mindig tudtunk megegyezni, de legalább megértő volt. Miért említetted Kazant? Megtaláltam a maradványait, és ez a furcsa pergamen mellette volt. Látod ezeket a pentagramokat a sarkakba rajzolva? A gonosz erőket jelképezik, amelyek a kastélyt uralják. A szövegről annyit, hogy egy mágikus ABC-vel lett írva. Gyerekjáték lefordítani. Nos, a nagy lovagról beszél a Szent Györgyrendből. Ő egy dicső harcos Isten szolgálatában, akinek a teste a kastély temetőjében fekszik. A szöveg említ egy aranykeresztet is, amelyet a hős tetteinek az emlékére készítettek. Ez az isteni erőknek való áldozat jelképe, amely erők eltörölhetik az előbb említett pentagramokat. Azt írják, Kazan és emberei ellopták, hogy megakadályozzák Draculát, hogy megkaparintsa. Nagyon okos lépés volt. Nézd, mit találtam Dracula börtönében. Jó ég! Ez Radu köve! Azt hittem, hogy ez az ékszer örökre eltűnt. Nálad van még a gyűrű? Igen, itt van. Hihetetlen! Ez tényleg erőt ad a Dracula elleni harchoz. Biztos vagyok benne, hogy még csak nem is sejtette, hogy a gyűrűt valaha is összerakják. A két elem nagy hatalommal rendelkezik külön-külön is, de csak együtt pusztíthatják el Draculát örökre. Hogyan rakod össze a követ és a gyűrűt? A szertartás szerint a gyűrűt a sárkánynál kell elhelyezni Dracula utolsó szentélyében, de az én hatalmam elég nagy ahhoz, hogy magam is megtegyem. Az árnyak tanúsítják, hogy ezzel a mozdulattal én... Gyere közelebb! Oly régóta vártam erre a pillanatra, és most... A halálhoz közel azt kívánom, bárcsak több időm lenne. Draculát el kell pusztítani. Teljesítened kell a küldetésedet, és meg kell mentened a feleséget. Az erőm egy részét a gyűrűmbe csoportosítom. Ezzel megfékezheted a kastélyban lakozó gonosz erőket. Minden elsötétül. Tehát orvos számára nincs fény oda át.
How I miss my enormous feasts. When so many of my guests tried to cross the chessboard and perished impaled when the ground gave way under their feet. The system hasn't functioned for a long time, but the trap is still there. Only the right positioning of the pieces indicates the way to reach the other side safely. Chess is a game which ends with the king being put to death, unless the pawn dies first, which is far more amusing. Carfax gives me great satisfaction, and it is a safe refuge where I can drink the blood of my victims. That is why I leave my black guard to watch the house. In that way, no intruders can go where they are not supposed to. These humans are decidedly useless. The secret mechanism that I found here is so basic that a child of four could work out how to use it in just a few minutes. I have nothing but contempt for such a childish race. Semmit se csináltál, csak elrontottad a terveimet, és nem tűröm el soha többé, hogy hatástalanítsd a csapdáimat, majd átgázolj rajtuk. Mit gondolsz, ki vagy te, hogy csak úgy szembeszállsz velem a saját kastélyomban? Halál vár rád ebben a szobában.